A Mária Pulcsi Kulturális Központ adott helyet a Nemzeti Művelődési Intézet Vármegyei Szervezetének szakmai napjára. A szervezet igazgatója azt mondta, az energiaválság miatt ugyan sok hely bezárt ideiglenesen, de munkatársaik ebben az időszakban sem pihentek. Maga a közművelődési feladatellátást az önkormányzatok és a megyében működő szakemberek eddig is ellátták. Nyilván a művelődési háza, közösségi szinterek voltak azok, amelyek zárva tartottak, de ez nem azt jelentette eddig sem, hogy ne lettek volna a településeken programok. Számos olyan a hagyományokhoz kapcsolódó programokat tartottak a megye nagyon sok településén, amelyek értékeket közvetítettek, és amelyek a lakosságnak szóltak. A rendezvényen részt vett Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki azt mondta, kulcskérdés volt a kulturális intézmények újranyitása a helyi identitás erősítése érdekében. Nagyon jó azt látni, hogy mindenki törekszik arra, minden település, minden közösség és minden intézmény, aki a kultúrával foglalkozik, hogy minél hamarabb megnyissa azokat a tereket, amelyel a közönséget újra be lehet csábítani, és ezáltal egy újabb olyan kultúra továbbító csatornát lehet nyitni, érték továbbító csatornát lehet megnyitni, amely úgy gondolom, hogy mind a települések, városok lakóinak nagyon fontos, és ahhoz is nagyon fontos, hogy valóban egy újabb lábbal erősödjön az az identitás, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vármegyei szakmai napon szóba került a 2023-as év, amelyben például a Petőfi 200 pályázati lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak tematikus programok megszervezésére. Talán majd második fél évben lesznek olyan lehetőségek, hogy ezekkel akár forrásokat is tudnak lehívni, vagy esetleg olyan pályázati kérások, amelyek ezekhez kapcsolódnak, és valóban így van, hogyha Petőfire gondolok, ha a Lónya Menyhértre gondolok, Lónyai Menyhért, tehát azért nekünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezekhez a neves személyekhez mindenkihez van valami kötődésünk, és én azt gondolom, hogy ez feltétlenül a közművelődésbe pedig kötelező kihasználni. Baracsi Endre alelnök a vármegyei értéktár munkájával kapcsolatban arról beszélt, hogy hamarosan újabb elemekkel bővülhet a vármegyei lista. Mondhatjuk azt, hogy folyamatosan tudott dolgozni a Vármegyei Értéktár Bizottság, és most is vannak már olyan javaslatok előttünk, amelyeket mindenképpen meg kell tárgyalnunk a bizottság tagjaival, ezért egy újabb bizottságülés előtt állunk, és szinte biztos vagyok benne, hogy a döntések után bővülni fog a Vármegyei Értéktár. Az értéktár következő ülését március 29-én szerdán tartja Tuzséron. A testület vélhetően újabb helyi értékeket vesz fel a vármegyei listába.